ez az om chanting, vagy om zengetés. Majd azért kedvesen beszélni fog arról, hogy mi ez az om mantra. Különleges, gyakorlati foglalkozásához érkezett a Pentele Szakrális Szabad Egyetem, amelyet városunk evangélikus templomában tartottak. Ezúttal Pász Zsuzsanna, a Szellemi Ember Baráti Kör egyik tagja, a keleti kultúra világába kalauzolta az érdeklődőket. Maga ez a mantrázás, ennek az a neve, hogy om chanting, vagy om zengetés, magyarul, és tulajdonképpen magát az om mantrát fogjuk 3x15 perc időtartamba zengetni, mindenki saját maga, tehát ha így mondom, akkor ez egy kőkemény munka önmagunkkal. Pász Zsuzsanna kiemelte, a foglalkozás célja az elengedés. Úgy tartja a fáma, és azt tanítja maga a mester, hogy ilyenkor azért elég rendesen transformálódnak negatív energiák, tehát az azt jelenti, hogy mi magunk, amikor a mantrát zengetjük, akkor elengedünk egy csomó dolgot, és hát ennek az elengedésnek nem árt, ha egy kis védelem van a... Tehát ehhez kell egyfajta úgynevezett tértartás, vagy egy úgynevezett figyelem, fegyelem, amit ő magával, az áldásával biztosít. Az om chanting az Atmakriya jóga egyik irányzata. Hatása az élet minden területére kedvezően hat. Leghíresebb mestere egy megvilágosodott Mauritius szigetén élő férfi, Sri Swami Viswananda, aki 2017. januárjában Magyarországra látogat.